Felháborított, hogy a nyelvvizsga törvény bevezetésével diákok ezreitől veszik el a továbbtanulás lehetőségét. A jogszabály bevezetésével a társadalom kétharmada elől el fogjuk zárni a társadalmi mobilizáció lehetőségét. Ezt szeretnénk? 3 hónapos nyelvi kurzusokat szoktak hirdetni arra, hogy mondjuk B1-ből B2 szintre eljutassanak diákokat. Ennek ilyen több százezres költsége van. Egyetértetek a nyelvvizsga törvénnyel? Hangosabban? Nem tudok másra gondolni, mint hogy probléma az, hogy a sok az értelmes gondolkodni tudó állampolgár, aki például az X-nek a behúzása előtt gondolkodik, mérlegel, ismeri a történelmet. És ez mondjuk egy erős szempont lehet, hogyha ugye hatalmi célokat nézünk, hogy ne menjenek egyetemen a fiatalok, ne tanuljanak például a társadalomtudományokat. De azt őszintén nem tudom, hogy miért csinálják, hogy olyan szakokat érint, ugye ez legsúlyosabban ez a törvény, mint az egészségügy, meg az oktatás, ugye az oktatást értem, de az egészségügy. Tehát, hogy már az sem számít, hogy emberi életek ezrei fognak múlni ezen a törvényen is. Ma is kijöttünk tüntetni. Meghallgatjuk a beszédeket és sok egyebet, majd hazamegyünk. Van, aki másra számított? Meguntam az apátiát, amit mindenhonnan látok. Meguntam, hogy mindenhonnan azt hallom, felesleges küzdeni, mert úgysem érünk el semmit, hogy mindenki azt mondja, én egyedül kevés vagyok, hogy változtassak. Ha 10 millióan mondjuk ezt, akkor tényleg nem fog semmi változni. Végre álljatok ki magatokért! Mi itt vagyunk, kiállunk és küzdünk értetek! És ezt megüzenjük a törvényhozóknak is. Üzenjük! Nem adjuk fel a harcot, és küzdeni fogunk a végsőkig a magyar felsőoktatásért. Elméletek pont az ellenkezőjét célozza ezt, hogy mindenki beszél nyelveket, csak hogy aki meg le tudja tenni ezt a nyelvvizsgát, és van egy kis esze, az már elmegy ebből az országból a fenébe. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ez még azt is ösztönözheti, hogy aki értelmes, jó lehetőségei vannak, jó anyagi helyzete van, az menjen el az országból. I would like to talk to Mr. Ada, please. I don't hear you. Hello, I'm calling from Brussels. Yes. I would like to make a short interview with you, if it's possible. Hello? Sorry, yes? Nem értitek már a magyar emberek kéréseit. Ezért megismétlem oroszul, hát ha azt jobban megértitek. Уважаемый Miklós Кашлер и Виктор Орбан, слушайте и понимаете голос венгерских студентов. Amennyiben Orbán Viktor nem teszi le a nyelvvizsgát 2019. szeptember 1-jéig, abban az esetben még egy népszavazási kezdeményezést fogunk indítani. Mégpedig azért, hogy ne lehessen Magyarországon miniszterelnök olyan személy, aki nem teljesíti azon összes elvárást, amit az egyetemi felvételi szabályozásban elvárnak a diákoktól. Arra is kíváncsiak leszünk, hogy Orbán Viktor hogyan fog reagálni a nemzeti konzultációnkra. Hát azért a tapasztalat alapján lehet tipped. Lehet tippem, de én őszintén remélem azt, hogy be akarja majd bizonyítani a nyelvtudását egy nyelvvizsgával, mert ez csak egy X. Van egy rossz hírem. Nem a politikai pártok, nem a szakszervezetek, sem egyéb civil csoportosulások fogják megoldani az oktatás problémáit. Hanem te, ön, ti és önök ott hátul.